és akkor csapjunk is bele, mert hogy előző órán átnéztük a core modulokat, tehát elvileg már csak a tesztelés van. Ezzel nem fogtok úgymond extra tudást felvenni, mert a tesztelés igazából aránylag egyszerű Node.js-ben, a mokkolás az egyetüli újdonság, úgyhogy lényegében ez az utolsó olyan gyakorlat, ahol érdemi dolgokat tudok átadni. Elvileg minden tudásatok most már nagyrészt megvan ahhoz, hogy értelmes nódos projekteket fejlesztetek. Én hoztam egy ilyen apróságot, részben összeraktam, tehát hogy ez nekem is egy ilyen kellemetlen történet lesz. Úgyhogy, hogyha magamban kezdek itt duruzsolni elől, akkor csak így ignoráljatok pár percig, akkor kitalálom, hogy mi a megoldás. Mert hogy azt gondoltam mára, hogy van ez a nagyon szép oldal, ez, rá lehet keresni különböző gifekre, hát ezzel a nagysebességgel jó leszek, tehát hogy rá lehet különböző gifekre keresni, így is van, betöltődnek ezek a gifek, és egy olyan videót szeretnék összefűzni, ahol én beírok előre egy szöveget, ezek a gifek repeatelve ismétlődnek annak a szónak a kimondása alatt, ami gyakorlatilag mondat adott részén van, és utána a következő szónál bevált a következő gif, ebből csinálok egy videót, és jó esetben csinálok belőle egy weboldalt, ahol beírsz egy mondatot és vagy teljes szöveget, és ebből csinálunk egy gifekből összerakott hangalámondásos videót. Na most ez így elmondva is baromi sok, egyrészt felhangosítom mindenemet, hogy így remélem hallani fogjátok. Megmutatom, hogy én hogy állok neki, nem tudom meddig jutok el, lehet, hogy félúton feladom, akkor gyakorlatilag vége lesz az órának, de nagyon remélem, hogy végig fogunk érni. Na, és akkor belecsapok, hogy tök jó az ötlet, hogy így ezt a hülyeséget megcsináljam, meg kell nézni, hogy a Gifinek van-e API-ja egyáltalán. Hú, de izgalmas, pont van neki egy API-ja, amin keresztül le lehet kérdezni a képeket. Nézzük meg, hogy ehhez van-e nódos modul, mert hát nem írnám meg saját magamtól, hogyha ezt most így hirtelen meg tudom nódból. Be tudom húzni, npm. Hát nagyon szép pont, van neki egy API-ja is, és az API-n keresztül rá tudok keresni különböző szavakra. Most a ratinget nem fogom beállítani, úgyhogy nagyon remélem, hogy fogalmazzak, nénik felső testéről kép nem fog bekerülni, de elvileg egyébként szép maga a search. Mi kell még nekem ehhez az egész, ez gifet már ki tudok nyerni, össze kellene tudnom fűzni vagy először is hangot kellene generálnom. Nézzük meg, hogy NPM-ben van-e ilyen, hogy text to speech. Nagyon kreatív leszek, mert nem az első találatot fogom használni, hanem ezt. Van egy ilyen jó kis text to speech API, ami azt tudja megcsinálni, hogy beadsz neki egy szöveget, megmondod, hogy milyen hangon, most annyi előnyöm van, hogy OSX-en jelentősen több hang elérhető, mint a Windows-os dörmögő bácsi, megadhatok neki egy speedet, és még azt is meg tudom adni, hogy milyen fájlba írjon. Jó, megvan a gifünk, megvan a hangunk, most már ezt kell csak összefűzni, és ez az a rész, amire meglepő módon előre készültem, ugyanis nem kevés FFmpeg parancs kell ahhoz, hogy ez az egész működjön. Na de, mint minden értelmes projektet, mielőtt nekiállok kódolni, megnézem, hogy egyáltalán kézzel működik-e a történet. Itt van egy ilyen GifSpeak nevezetű cuccom. Ebbe sajnos már el is készítettem azokat a dolgokat, amik kellenek, úgyhogy ezeket gyorsan törlöm. Nyitok egy konzolt, és akkor válasszunk egy GIF-et. Tökéletes lesz. Tim-tirim-tirim. Azt mondja, ráinspektelek. Ja, hogy meg közben videót is felveszek, azért van ilyen rettenet sebességem. Jó, kérlek, ráinspektelek, és ott látom is, hogy gyakorlatilag honnan kell nekem betölteni ezt a gifet. Megpróbáljuk ezt az image URL-t, hogy működik-e. Meglepő módon működik. Ezt szépen fogom és lementem, most egyenlőre csak a downloads könyvtáram a behányom. Átdobom szegényt abba a könyvtárba, ahol egyáltalán dolgozok. Ez rossz a neve. Ezt kijavítgálom. Szépen. Van egy nagyon rövid nódos kódom, amit írtam csak maguknak a library-knek a tesztelésére. Semmi extra nincsen benne. A Gifinek az API-ját töltöttem be, amit most ki is kommentezek. Innen egy random képet fogok majd kiemelni. De hogy alapvetően nekem ez a sor az izgalmas, láttok-e belőle bármit? Jó. Mondjuk azért valahogy úgy kellene, hogy én is lássam. És akkor ide beírom mondjuk azt, hogy hello
JavaScript. Hát reméljük, hogy fel tudjam majd olvasni. Albert egy nagyon kedves hang, de mivel nem ezt akarom használni, csak úgy poénból nézzük meg, hogy kik vannak. Ah, hogyan tudnék ellenállni. Jó, egyes sebességgel, és akkor mondjuk voice.wav-ba el fogom menteni. Itt még van egy ilyen WAV file info nevezett történet, mert én már tudom, hogy mindenképpen szükségünk lesz a WAV-nak a hosszára. És akkor azt ide szépen be is illesztem, és akkor nézzük meg, hogy lefut-e ez a történet. Azt mondja, hogy mi volt a projekt neve? GIFSpeak. Node index ilyes, végtelen mennyiségű ügyességet kapunk, másfél másodperc alatt történt ennek a... másfél másodperc maga a WAV. Tudok én ennél jobbat? Na, vagy nem. Itt van... Játsszuk le valami értelmesen, ami nem a QuickTime. Hello, JavaScript. Tehát nem tudom, hogy hallatszott te, de tényleg felolvassa. Hello, JavaScript. Tehát ennyit tud. És akkor nézzük meg azokat a parancsokat, amiket így sikerült kitüsszentenem magamból ma reggel, hogy FFmpegben ezt hogyan lehet átkonvertálni. Annyi, hogy a GIF-ből csinálok egy 320x240-es MP4-et úgy, hogy a GIF-et 10-szer fogom repeatelni. Na nézzük meg, mi lett ebből. Hát egy szép nagy fájl egyébként. Tessék, tehát hogy ez lesz maga az MP4, amelyre kellene már csak a hangot ráfűznem. Ugye látszik, hogy ez rohadt hosszú. Tehát, hogy most körülbelül 10 másodperc körül van a cucc. Tehát, hogy ez biztos, hogy túl hosszú ahhoz, hogy én ezt direktbe használjam. Ezért annyit fogok megtenni, hogy összefűzöm őket. És... mi volt? Voice.wav volt, ezt hiszem a neve. Igen, ez a 01 apad, ez csak azt jelenti, hogy az audióra rá fog paddingolni, és akkor most kellene nekem az, amit az előbb eltekertem, hogy milyen hosszú ez a cucc. Hát minek kerekítsünk. Ezzel a hosszal, és mondjuk egy out MP4-em lesz. Nagyon szép, nézzük meg az out MP4-et. Hello, JavaScript. Tökéletes. Jó, és akkor annyit tudunk még megtenni ebben a történetben, hogyha több szót kell majd összefűzni, ezt így tudjuk megtenni, hogy konkalt, és akkor szépen egymás után rakjuk az MP4-eket, és a végén ki fog belőle jönni valami egy nagy darab MP4. Jó, király, hú, ez volt a könnyű része, mert hogy ez az, ami egyáltalán nem Node.js-es. És akkor próbáljuk meg elkezdeni azt, hogy mi kell nekem ehhez, hogyan akarnám megoldani a problémát. Először is csinálok egy function, de gondolom ez nem lett meg senkit sem. Az lesz a neve, hogy genword, átadok neki egy szót, mindenképpen callback, mert minden függvényünk ugye async lesz. Azt mondja, hogy ugye itt van ez a felolvasós történetem, ezt fogom egy az egybe, bedobom ide, azt mondom, hogy csak az adott szót olvassa föl, Princess tökéletes, ne voice-ként mentse el, mert ezzel komoly problémát tudunk magunknak okozni, hogyha majd párhuzamosan akarjuk a szavakat kirenderelni. Úgyhogy annyit fogok csinálni, hogy a mat.random-mal csinálok egy pici számot, és a mat.floor-ra ezt lefele fogom kerekíteni. És ez lesz a neve ennek a WAV-nak. Most csinálok egy cache könyvtárat, mert különben össze fogom csak így, már csináltam is, különben össze fogom csak így hányni a saját projektemet minden hülyeséggel, mint ami itt is látszik. Ezeket be is mozgattam ide, mint ilyen, nem tudom én, etalon. Király. Tehát a cache könyvtáromba fogom majd a mindenfajta dolgot kitolni, tehát az azt jelenti, hogy ide kell nekem egy cache per, milyen nyelven vagyok, JavaScript-be, name, WAV, tökéletes, hát az errorokkal ne szórakozzunk. Hogyha bármi error van, akkor ráfutok a callback-re, de nagyon reméljük, hogy ilyen nem fog megtörténni. A WAV file infóval ki tudom nyerni a hosszát a cuccnak, ezt ugye az előbb már megmutattam. Jó esetben a statcon belül, nem, duration csak így simán, most ezt megpróbálom csak kikonzol logolni. Itt is, hogyha bármi problémám van, akkor visszatérek. Erre nekem abszolút nincsen szükségem. Jó, nézzük meg, és ide kell a végére egy callback, ami majd visszaadja nekem nagy valószínűséggel ezt a német, mert ezt akarom felhasználni. Jó, na próbáljuk meg, JavaScript. No,
Lefuttattam ezt a cuccot, de szép. Már rögtön kaptam is egy hibát, hogy itt nem sikerült a voice start írni. Így ezt így most meg is teszem. Nézzük meg, mi történik. Callback is not a function. Egyre jobb. Király. No. Hát azt jelenti, hogy ezt egész gyorsan sikerült kimondatni, vagy hát egész rövid lett az a fájl, ami a kimondás, és nézzük is meg, hú, már van három nagyon izgalmas vavom. Tehát ezzel a része jó esetben meg vagyok, tehát vavot már tudok generálni. Sose próbáljuk meg az elefántot egyben megenni, jó? Mindig részekre kell bontani egy nagy feladatot, és úgy kell megoldani. Tehát, és nagyon kreatívan ezt átnevezem MP3-má, mert hogy vavot generál. Nem, legyen vava neve. Így. Jó. Na, ez volt az egyik része. Nézzük meg, hogy hogyan tudok egyáltalán GIF-et letölteni. Egy adott szóhoz. Itt is kell nekem egy callback-em. Itt is egy nevet fogok generálni. Megpróbálom ugyanezt a struktúrát tartani, legalább kevesebbet kell magyaráznom. És a GIF-nek van egy ilyen tök jó function-je, ahol természetesen a Pokémonra kerestem rá. És akkor reméljük, hogy ez visszaad valami eredményt. Nézzük meg ezt a getGIF-et, hogy egyáltalán le tud-e futni. JavaScript. Egyébként munkahelyen picit egyszerű, mert rajtam van a füles, és nem kell magyarázni, mit csinálok. De hogy alapvetően lejött ez az adatstruktúra, látszik is, hogy nekem erre van szükségem. Erre a nagyon jó kis okosságra. És jó esetben az image original URL, az tud nekem olyat visszaadni, hogy ez így egy az egyben, ez. Nem tudom a JavaScript-re miért ez jön, de legyen. Én elhiszem neki, gondolom, hogy ha még egyszer lefuttatom, akkor egy másik GIF-et fogok kapni, így is van. Természetesen a méret az különböző lesz. Tessék, zseniális. Hát gondolom, hogy ha itt rákeresek arra, hogy JavaScript, akkor hasonló őrületeket kapok. De hogy számunkra ez most kevésbé izgalmas, mert hogy van valami GIF, amiből lehet dolgozni, tessék. Tehát egy egész kreatív dolgok jönnek vissza JavaScript-re rákeresve. Azt hiszem, hogy ez kicsit mellé lövés, de reméljük, hogy a többi szóra egész jól működik. Jó, tök jó, hogy megvan az, hogy mit akarok kinyerni, vagy hát még fingom sincs, hogy mit akarok kinyerni, de res.data-n belül van egy image original URL, nézzük meg, ja, Pokémonra kerestem rá, hát akkor meg főleg. Jó, nézzük csak meg. Király, itt van ez a cucc. Na most ehhez kell valami olyasmi library, amivel le tudok tölteni egy fájlt. Most én a requestet egész sokat használtam, tök egyszerű HTTP requesteket lehet vele megcsinálni. Nagyon egyszerű dolgokra képes, és annyi, hogy a body-t egy az egyben visszaadja. De ahogy már mondtam, meglepő módon bele lehet pipe-olni bizonyos dolgokba, tehát jó esetben egy sorban megúsztuk ezt. A requestet újra rakom fel, hogy elmentem ugye a package-eim közé, közben, mivel tényleg aggódok, hogy nem fogom befejezni, ezért ezt így gyorsan beillesztem. Pipe, ezt külön fogom szedni. fs.createWriteStream, ugye az fs-t azt jó lenne betölteni, fs az engyelő require. Majdnem összejött. FS, király, létrehozok tehát egy write streamet, vs-nek fogom hívni, mi másnak, name.gif lesz ugye a neve, kicsit beformázom a kódomat, és akkor annyit fogok megcsinálni, hogy az FS-nek ugye föl tudok iratkozni az end függvényére, vagy hát az end actionjére, és amikor befejeződik maga a kiírás, akkor fogom csak a callback-et meghívni. Most egész sok helyen azért ferditek, mert itt is jöhet vissza error, meg nem tudom én, de ezeket is megpróbálom így egész egyszerűen lekezelni. Szóval reméljük összepattan a cucc. Ide kell még egy Casper. Király, letöltöttem egy GIF-et, vagy hát még nem is, de majd mindjárt. Ezt beillesztem ide, mond. Így van. Request. Király. Na nézzük, mi történik. Itt ellövöm a function-t. Ez egy tökéletes, nem kell errort visszaadni.
Hogy adtam vissza az előbb is? Simán csak a német? Nem kreatív vagyok. Akkor itt is csak a ném fog visszajönni. Már kezd csülni a gépem. Jó. Menni fog ez. Jó, nézzük meg, le tudok-e tölteni egy gifet. Hát? Egyetemi internet? Nem jött vissza semmi sem, ez azért annyira nem poén. Illetve nem hívtam vissza a callback-re. Na nézzük meg, mit szúrtam el. Random ez még egy király, megnézzük, hogy ideig egyáltalán eljut-e. Ok, a request szerintem le fog futni. De megnézem azért a cache könyvtárba. Jó, létrejön a GIF, tehát hogy valamit sikerült így a callback struktúrában elírni. Nézzük meg. Jó, ezt máshol írom ki. Nem hív rá az ember. Pontosabban lehet, hogy ráhív. Jó callbacket adok át? Callback, 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 name. Name az itt van generálva. Ezt itt hozzá konkatenálom. Na jó, és akkor most kezdődik a hunkutcsány. Console.log, ember. Hoppá. Nézzük meg, lefut-e. Nem, az ending nem jut el. De a file létrejön, tehát akkor node file stream end. Lehet, hogy elírtam valamit szegényen. Vagy close-ra kell feliratkozom, ez a kettőjét eszembe. Writable stream close király. Nem ennek hívják. Close. Nézzük meg most mi történik. Varázslat. Ott van. Jó. Király. Hát eddig nagyon egyenesben vagyunk. Ez sem kell nekem. Tehát le tudok tölteni egy random gifet, létre tudok hozni egy random vavot lényegében. Ugyanahoz a szóhoz, jó esetben, be van drótozva. Király. Cash. Jó. No, és akkor most jönnek azok a részek, hogy jó, de hogy a francba adok ki FFmpeg-es parancsokat. A Node-nak szerencsére van egy ilyen exec nevű függvénye. Amely ennyit tud megcsinálni. Hú, ebben a méretben se láttam még. Tehát, hogy átadsz neki egy kommandot, és akkor lényegében azt végrehajtja úgy, hogy egyben fogod visszakapni az eredményt, ez a function error std out-tal egyenlő. Tehát jó esetben ez a cucc, hát nem const használunk, mert ezt elvileg nem tanultuk, hanem var fogok használni. A const csak annyit jelent, hogyha egyszer már definiáltad, akkor nem tudod felüldefiniálni. Nézzük meg, hogy ez az őrület, ez működik-e. Azt mondja, hogy function convert gif to mp4, kell egy name, kell egy callback. Jó, execute-tel így tudom végrehajtani, ez volt az a parancs, ami nekem kell. Így. Meglepő módon ugyanazon a néven fogom majd hívni a cuccot. Hát ez így annyira nem poén, így már jobb. Ezt is kijavítom úgy, ahogy tanultuk. Ez meg még csúnyább, de mindegy. Ha van valami errorom, akkor egyértelműen erre a CBL-re fogok ráfutni. Nem tudja, hogy ezek az embert kódolni rendesen. Jó, el fogom hinni igazából, most csak az óra rövidsége miatt, hogy ténylegesen lefut ez a cucc. Tehát, hogyha nem jön vissza error, akkor létrejön a file, a megfelelő helyen lőn létre a file, és a többi, és a többi. Tehát én nem fogok most azzal törődni, hogy ezeket még extrába ellenőrizzem. Azt mondja, hogy MP4. Jó, de sor végén kim vannak egyébként a megfelelő jelek, csak nem látszik. Jó, hogyha végrehajtod, akkor egyértelműen callback 0, name. Csak feltételezem, hogy ezen a ponton, hogyha ezt így összerakom. Mi kell nekem? Name, function, name. Kezd elég redundánssá válni ez a cucc. Na de nézzük meg, hogy végig fut a teljes folyamat. Mondom, még én sem csináltam végig ezt, tehát hogy abszolút bármelyik ponton elhalálozhat a történet. Na, de király, nézzünk bele, cache könyvtár. Egyébként lehet követni, mert tudom, hogy amikor időhiány van, akkor egy leheletnyit rápörgök. Jó, MP4-nek tűnik. Nem tudom, mire kerestünk rá, de egész jó lett az eredmény. Nézzük meg, mink van még itt, amire szükségem lehet.
Igen, rá szeretném tolni az MP4-emre a hangot, majd utána összefűzni, az ugye a legutolsó lépésem lesz. Tehát fogok és csinálok egy olyat, hogy function merge wav MP4 name wav name MP4 callback. No, és akkor ezt a kódomat, ja bocs, én szeretnék látni valamit. Azt a kódomat, amit az előbb létrehoztam, ezt ezen a ponton nyugodtan elkezdhetem használni. Tehát ezt nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki így. De szép. Jó. Azt mondja, hogy ide kell nekem, az, hogy Casper, so close, name MP4, király, ide pedig a hangom kell, Casper, name, majdnem, wav, pont wav, ne velejtsük le ezeket a hülyeségeket, és az FFmpeg szerencsére elég intelligens ahhoz, hogy megadod neki, hogy milyen fájnevet szeretnél, és a fájnévből kitalálja, hogy mit kell neki igazából csinálni. A duration simán hozzá tudom ide konkatenálni, duration, és egy kimeneti fáj kell, egész meglepő módon egy random nevet fogok neki generálni, és azt fogom felhasználni, hogy azt mondja cache name pont mp4. Aha, hát megesik ez minden családba. Jó, és meg a frankó nem fér ki, hogy itt török rajta még egyet. Egyre szebb ez a sztori. Jó. Hú, valami még nagyon nem tetszik neki. Már is sokkal jobb. Jó, nézzük meg, mi történik, STDR, stb. Senkit nem érdekel, callback. Király. Na és akkor most kezd igazából elszállni a cucc, mert most fogom majd az async library-t bedobni, de tételezzük fel, hogy megint csak generálok egy wavot. R, wav name, itt kell nekem az mp4 name. Na és akkor valóságban így találkozik az ember olyan kódokkal, amik így nőnek, nem is kicsit. Jó, az errorokat ignoráljuk, mint minden jó fejlesztő, és akkor a végén merge wav mp4, trim trim trim, name wav legyen. Name mp4, ide kell még ugye nekünk egy callbackünk, és mint félúton gondolom föltűnt, vagy hogyha nem, akkor tényleg nagyon gyorsan gépelek, hogy a duration nekem azért kell, mert ezen a ponton meg kell adnom, tehát ezt az info duration-t én itt le fogom passzolni második paraméterbe. Király. Word info duration, tehát a gen word wav az még egy paraméterrel tér vissza. Duration. És akkor a duration-t szépen bedobom ide paraméternek, és akkor most itt fogok console log endelni egyet. Username. Na, egész jól állok idővel. Jó. Futtassuk le a kódot. Hopp! Ez egy meglepő fordulat. Mi nem tetszik neked? Azt mondja, console log, std out, std error. Reméljük, hogy valami minor glitch. Király! Wave kötőjel, filter komplet. Sikerült egy space-t kihagyni. Oh. Na nézzük meg újra. Na, ott is van. 73.084. Nézzük meg. JavaScript. Király. JavaScript. Na, na már is tetszetős. Itt egy leállítmit rendet rakok. Remélem nem dobom ki a projektet, mert akkor ezen a ponton kezdhetjük újra. Használjunk gitet. Jó? Na! Eddig jók vagyunk. Megvan egy darab szónak a legenerálása. Rohadt lassú a szó legenerálás, ezt ti is láttátok, az FFmpeg is lassan fut. Most igazából minden egymás után fut. Ezen a ponton szoktam én igencsak az async library irányába fordulni, mert nem a nódos kódom lassú. Baromira nem. És egymás után bevárja a cuccokat, bár az FFmpegről tudom, hogy az összes processzor magamat használja, de ettől függetlenül a letöltés nem. A letöltés egy szálon fut,
tételezzük fel, hogy az egyetemi net képes ennél nagyobb sebességre. Úgyhogy megcsinálom azt, hogy az async library segítségével meg fogom azt tudni oldani, hogy egész egyszerűen fogom, egyrészt egyszerre töltöm le a GIF-et, és csinálom meg a konvertálást, és hozom létre azt az MP4-et, amiben a GIF van repeatelve, és egyszerre generálom a WAV-ot, ezt kell nekem bevárni, tehát annyit meg tudok csinálni, hogy control flow operation lesz mindenképpen, és mondjuk azt mondom, hogy nem series, hanem nem is rész, hanem each, hol vagy. Hol vagy? Forever parallel, bocs. Mert az each az ugye listán tud végrehajtódni, az is kell majd nekem. Mint minden jó fejlesztő, copy-paste-tem az example-t, és azt fogom átalakítani. Tehát, hogy az fog megtörténni, hogy fogom, és van ez az... Egy albetű biztosan lemaradt, egy async, tök jó, mert ez a library sincs fönt, npm i async, kötőjel save. Jó, dolgoz, csak addig én megoldom ezt, hogy ide betöltődjön az async. Majd látjátok, tele van a forráskódom dokumentációval. Szóval valóságban is sokszor néz ki így, legenerálom ezt a cuccot. Kell nekem ide ez. Azt mondja, hogy callbackbe ebből pedig csinálok. Hát, legyek rendes. NameFav és Duration. Duration. Mert hogy ugye az async paralel az egyetlen egy paramétert tud átadni, ugyanis itt a result-ban majd szépen így jönnek vissza az eredmények. Tehát ez az egyik ágam. Hoppá. Ez a WAV gen. Mi kell nekem a másik ágon, meg letöltöm a GIF-et. Itt érdemes végig gondolni azt, hogy mi mire épül. Ugyanis ez a két dolog egymásra épül, nem érdekel senkit sem a WAV generálás. Tehát, hogy ezen a ponton ezt nyugodtan használhatom itt. Tim-tirim-tirim, ez így, ez így. De nagyon akarom, akkor ezen a ponton tudom azt megcsinálni, hogy if r, callback r. Láttam, valakinek megint itt eljárt a keze. Az a baj, hogy nagyon sokszor a dokumentációban ilyen végtelen hosszú neveket használnak, illetve valaki a házi feladatokban is ilyen tizenakárhány karakteres fájlneveket adott. Úgyhogy majd 5 év fejlesztés után majd szerintem kinevelődik ez a jávás maradvány. Jó, király, callback 0, ide még berakott egy ilyet. Callback 0, name mp4. Na nézzük, mi történik itt. Durationnál jók vagyunk, akkor ez is legyen egy name. Király. Callback R. Itt nincsen R. JavaScript szó. Az baromira nem így kellene, hogy kinézzen. Do one word. Meglepő módon itt is egy callback lesz. Ezt hívjuk valahogy máshogy. Full callback. Nagyon kreatív. Word. Ez idejön. Király. Valami nagyon nem tetszik neki, mert félvilág alá van húzva. Úgy, már jó lesz. Ez itt a teljes callback-em, ugye a results tömbbe. Ok, ez egy kicsit túl teljesítés. A results tömbbe első paramétere jó esetben ez lesz. Második paramétere jó esetben ez. Tehát ezt a merge WAV mp4-et, ezt gyakorlatilag meg tudom úgy hívni, hogy res0.name. Há? A WAV generálódik először. Igen, res1.name, res0.duration. És a jó esetben ez is egy ilyen bazi nagy callback. Ja, igen. If r return full callback r, király, formázzuk be, kiadtam még egy ilyet. Jó, ezt itt megtöröm, hogy lássam, hogy mit csinálok. R name, jó is lesz így. Így, és a full callback az itt meg fogja kapni a name-et. Jó. Na nézzük meg, össze sikerült-e hackelni ezt az egészet, erre ugye már annyira nincsen szükségünk, de mivel nem vagyok benne biztos, hogy sikerült átírnom, ezért így hagyom. Azt mondja, hogy ez tökéletes lesz, JavaScript, hopp,
name. 2.20 name. Már nagyon közel járunk ám. Jó esetben a megoldáshoz. Na, mágia. 2388. JavaScript. Tökéletes. Ennél jobb nem is lehetne. Annyi, hogy a szavak közötti kis csönd miatt 0,5 másodpercet hozzáadok a durationhez, hogy megvágja. No, és akkor ezen a ponton kezdem azt, hogy JavaScript is a language. Na nézzük ebből mit lehet kihozni. Hát így biztos semmit. Azt mondja full text. Full auto, mean, each callback, meg ilyesmi, ezek így előfordulnak az én kódomban. Sajnos kevésbé vagyok kreatív névadásban. Látszik rendesen a kódom? Egy kicsit tudom, hogy bármilyen nem fogtok eladni, mert most nagyon gyorsan beszélek, hogy átrálni. De hogy remélem, hogy ahogy mondom, így ti is kitalálnátok, maximum nem ennyi idő alatt. Full textet kell ugye szétszednem egy space separátoron keresztül. Tehát azt mondom, hogy ez most gyakorlatilag egy listát fog nekem visszaadni. Jó esetben. Király. Megvannak a szavaim. Most ilyen kettős pontnak fel kell, hogy nem érdekel. A hanggenerátor meg tudja csinálni. Király. Hogyha a GIF-es apiba be fogunk akadni, akkor majd csinálunk egy dummy GIF-et, ami minden egyes olyan helyre behelyettesődik, aminek nincsen GIF megfelelője. Még el akartam gyorsan mondani. Jó. Tehát ez a full text, ez mivel nincsen rá nagyon szükségünk, így megcsinálom ezt a történetet. És akkor ezen a cuccon már tudok egy async.map-et hívni, mert hogy ez nekem baromi jó lesz. Ez azt fogja megcsinálni, hogy párhuzamosan, na jó, ne legyünk annyira optimisták, 5-5 párhuzamosan generál a szavakból, és azt mondja, hogy item callback, és akkor itt van egy R-resultom már megint. És akkor jó esetben most ezen a ponton nem sok mindent kell itt csinálnom, mert hogy ez a cucc, ide jön az item, és ide jön ez a callback meghívás. Hoppá, igazából ebben a formában. És akkor itt jön elő az, hogy mennyi JavaScriptet írtam már, mert mivel ez a szintaxis, meg ez a szintaxis baromira megegyezik, így igazából ez az egész kihagyható, és csak ennyit írok. Jó, és akkor nézzük meg, mi jön vissza a resultba. Console.log result. Hát az errort is kitudom, mert jó tervem van. Nézzük meg. Homokóra, homokóra, homokóra. Ott jönnek létre hátul egyébként a fájlok, az nem tudom megvan-e. Ott pörög mindenfajta történet. Ah, megvannak a szavaim. Jó, ez baromi jó eredmény, mert ezt már csak össze kell fűzni. Úgyhogy erre meg csinálok egy új function, function merge words, ami word name legyen. Callback. Ez hasonlóan ehhez. Azért írom rendesen a kódot. Most a 130 volt. Jó. Tehát ezt a word name-et, ezt nekem valami olyan struktúrába kell átraknom, ahogy az FFmpeg tudja értelmezni. Most van ez a nagyon izgalmas concat parancs, ebben most nem nagyítok bele, majd ha átlan. Van ez a nagyon izgalmas concat parancs, amivel meg lehet azt oldani, hogy több mp4-et összevonjak. Csak sajnos neki ez a formátuma, úgyhogy nekem meg annyit kell csinálnom, hogy ezen a ponton a word names listát összejoinolom, ilyen jelekkel, tehát gyakorlatilag pipe-okkal. És akkor jó esetben, tudom, mit hagytam ki. A word name-et egy picit meg kell variálnunk, mert files. Megpróbálok csak olyan dolgokat használni, amit tanultunk. Azt mondja, files push, cache per plus item plus mp4. Ok, király, valamit elszoktam a kódba valahol később, de azt most hagyjuk. Jó. És akkor ez a files lista, ez már tök jól összefűzhető egy olyan parancsá, amit be tudok adni gyakorlatilag az FFmpegnek. Nagyon kreatív módon a saját kódomat újrahasználom. Ezt egyébként érdemes egy synchron functionbe kiszervezni, mert
Mégis kultúráltabb lesz a világ, hogyha úgy csináljátok. Name azt mondja, hogy Kesper name von. Jó, ezt itt megtöröm. Annyira furcsa egyébként, mert körülbelül idáig látszik egy normál monitoron ez az egész, most még így elég pici. Jó, összefűzés, visszakapok egy német, nézzük meg, hogy egyáltalán ez működik-e. Merge word result, és ide most be fogom írni azt, hogy R, és akkor full MP4. Most ugrik a bajom a vízbe. Full MP4, errorokat ignoráljuk meg mindig. Hopp! Ahogy. Ezért jó egyébként egy baromi jó ide, mert hogy így minden világít, mint a karácsonyfa, amikor elérsz valamit. Na nézzük. Jó, hát a letöltés az működik. A 28 giga helyen van, tehát egy egész sok dolgot tudunk belerakni. Undefined. Ah, so close. Nézzük meg. Console.log std out az STDR. Aha, tudom már mi maradt ki. Ennek van egy ilyen nyitója. De azért nézzük meg. És csak gyűlnek a gifek, babok, meg MP4-ek. Mi történt? FFmpeg feladta? Így. Na. Minden egyes alkalommal egyébként letöltöm újra a cuccokat, tehát hogy ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezt jelentősen jobban is meg lehetne csinálni. Na, ez tetszik. 78407. Mi volt? 78. Na. JavaScript. Hát ez nem jött össze. Nézzük meg, hogy mi lehet a probléma. Cache. Jó. Kiírom azt, hogy milyen parancsot adok ki, és megnézzük, hogy össze tudjuk-e mi kézzel kukázni a megfelelő dolgokat. Jó, most nem kell. Nem kell. Csak jönnek. Hát pedig jónak tűnik nekem. Nézzük, hogy mi a hasfájás. Jó. Azt mondja, hogy hát ebben nem láttak sokat. 2-6. 2-6-1-9-2. 2-6-1-9-2. Ez még mindig túl pici. JavaScript. Hát ez nem jut össze. Viszont jól nézett ki. Lehet, hogy a konkat nem szereti az ilyenfajta bemeneti dolgokat? Már mindjárt kiderül. Mert hogy picibe ez frankon megy, tehát hogyha 2-3 dolgot akarsz összefűzni, az biztos megcsinálja. Jó. Tehát az MP4-ek külön jók. Ez már tök jó. Jó. Túl pici. Hát, visszadokumentációt. Azt mondja, FFmpeg merge videó. Legyen. Kösz. Concatenate, join, merge. Azt mondja, hogy kötőjel F, concat, kötőjel I, fájnevek egymás után, kötőjel C, copy. Nincsenek valami egyszerűbb módja? Trim. Oh. Minden, ami szemszájnak ingere. Jó, van egy ilyen MM-kat, hogyha az interneten írják, hogy működik, biztos megy. Úristenem. Jó, hát ez lehet, hogy annyira nem lesz poén nekünk. Nézzük meg, hát van valami egyszerű. Input, fú, de csúnya. Input, copy, az nekünk nem izgalmas, mivel ugyanazokkal a paraméterekkel kódolom. Próbáljunk meg ezzel a kötőjel F, concat, kötőjel I, lista, copy, output. Király. Na, jó. Trim. El fogok férni. Azt mondja, vi list
.txt. Pont nem láttam, mit akartam ezt a címet. Jó. Ok. Akkor ezek elé elvileg be kell írnom azt, hogy file. Jó. Ezen a ponton már biztos nem fog ez elhasonlani, meg van még egy fél órán legrosszabb esetben. Fáj. Király. És akkor azt hazudja, hogy ffmpegf.cat list. Szép, kap egy autót a mp4. Nem sikerült? Fconcat kötőjel illis. Húh! Nézzük meg. Ez szerintem megint túl kicsi lesz, de mindjárt kiderül. Output. JavaScript is a great language. Nagyon szép. Mondjuk a vége nem tudom miért. JavaScript is a great language. Az utolsó gif a language az nem jött össze. Jó. Mindegy, legalább tudjuk, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Úgyhogy most az lesz, hogy ahelyett, hogy igen, kell nekem még egy extra fájl. Na nézzük, hol kell ezt belehekkelni. Word names tökéletes. Ezen a ponton meg tudom azt csinálni, hogy azt pusholom le, hogy file. Mi volt a formátum? File. Így, mi? File cache, bizé, ez itt tökéletes, nem kell a perend, és akkor azt tudom mondani, hogy a files.join a perennel, ez gyakorlatilag ugye sorokra bontja, és akkor fs sem úgy is van, write file sync, legyünk ilyenek, write file sync, szerintem úgy működik, hogy file név tartalom, options vagy callback, de mindjárt kiderül. Az az igazság, hogy nincs az Isten, hogy ezt valaki mind fejbe tartsa ezeket, hogy milyen paraméterekkel kell. File data options. Egyébként ezt is csinálhatnám async-re, egy szinttel beljebb hozzá a cuccot, de mindenképpen meg kell az exec-nek várnia, tehát hogy igazából nem bukok rajta sokat. Casper name tökéletes lesz. .txt. File join, nincs is callback, csak options, UTF-8, reménykedjünk. Jó. Ok, ez összejött, és akkor ffmpeg, kötőjel f, konkat volt, ugye? Kötőjel i. Casper name. .txt. És akkor mi volt? C. O, copy? Na hát, aranyhal memória. C, copy? Ezek tök szeretek volna ezeket megkívülni. De hogy ja, ezt egyszer valaki kitalálja, és onnan tudom, hogy neki ezt használja. Tehát, hogy fölkerül az internetre is. Jó. Tehát ezt a parancsot szeretném kiadni, tök jól, ha nem csak konzologon, hanem tényleg kiadnám. Ok, és akkor megnézzük, mi történik. Nem szenvedtem rendesen. No. Működj, kérlek. Jó, elvileg jönnek lefele a fájlok. Reméljük, hogy ez a valóságban is megtörténik. Na? Internet csodája elhagyott? Undefined. Meg ezt a parancsot adom ki. Nézzük meg. Impossible to open cache per cache. Valid. Jó, akkor így nem kell a cache, itt meg sikerült kihagyni a cache-t, ez is fél után feltűnt. Na és akkor most nézzük meg. No. Na. Wow.
Mi volt? 4-2-0-3, menj. JavaScript is a great language. Az utolsó, miért nem fűzi rá rendesen? JavaScript is a great language. Jó kérdés. Hát biztos van a kódom, mit javítani. Tehát egy ilyen szolgáltatást, ezt nem ennyi idő alatt szoktak összerakni. Jó. És akkor most jön talán a legegyszerűbb része a történetnek, de megint törlöm a cache könyvtárat, mert ez így ilyen projektekből szokott az lenni, hogy van 4 gigányi 2 kilobájtos fájlom. Csak jó dolgokat töröljek. Move to trash. Király. Kell nekem egy express. Minden meglepő. Hopp! Király. Fölmegyek az Express weboldalára. Minden meglepő. Express example post. Mert hogy egy postba szeretném bekötni a cuccot, mindjárt megnézzük, hogy van-e rá example kód, vagy saját kezemmel sajnos be kell írni. Ez eddig baromi jó. Így mi? Ennél jobb nem is lehet. Kivéve, hogy mint hogyha kimaradt volna a listán. Áj, gyerekek, hogy nincs egy normális X-szempöletek. Megnyitok egy random házit. Getting started, hello world. Király. Ott, te kell lesz nekem. Ezt kultúráltan a tetejére emelem, valaki a pontos összeget megint kiette az X-szempöletet. Kösz. Jó. Nézzük meg, milyen oldalakra lesz szükségem. Lesz egy meglepő módon fő oldala. És use, mit tudom én, waiting, almost, waiting, és mi kell még nekem, aha, jó, picit átvariálom, ezt a német már a legelején legenerálom, merge words-be, és ezt a német kívülről fogja kapni. Így gyakorlatilag meg tudom azt csinálni, hogy mindenkit rögtön átirányítok arra az oldalra, ahol neki meg fog jelenni az eredmény. Jó vagyok, mi időben. Átirányítom arra az oldalra, ahol meg fog jelenni neki az eredmény, és akkor, hogyha megtörtént ez az egész történet, akkor meg átirányítom egy harmadik oldalra. No, templatinget nem rakok bele, mert az annyira engem nem érdekel, nem kell konzol log, na jó kell. Csak hogy jó példát mutassak. Jó, nézzük meg, ide mi kellene nekem, csinálok egy statik könyvtárat, mi mást, és most csinálok bele egy HTML fájlt, index.html. Fú, de szép lett. Form method egyenlő post, kell egy gomb, input type, submit, van egy textöréjem, amit elnevezek mesének. Jó. És akkor jó esetben ez a cucc, ez ide fog visszaposztolni, tehát ide rögtön kell egy use. Teljesen szembe megyek magammal, és egy darab middleware-be fogok mindent megírni. Request.body.mese. Fekete egyenlő undefined. Király, ez, de nem is kell, majd itt írok egy return. És különben meg azt mondom, hogy res.end fs.read file sync, ilyet ne csináljunk, jó? Read file sync static per index.html. Jó, nézzük meg, hogy megy el, most már be tudok egy node-mont pöckölni. Jó esetben működni is fog. A body parserre még biztosan szükségem lesz, mert az valószínűleg kimaradt. Localhost 3000. Így is van, body parser nincs. Persze, hogy nincsen X-embeletek. Mi? Jó. Express name. Body parser networking, az volt a második. Biztató jelek. Jó.
Te kell lesz nekem. Csak van egy X-entől. Ups, tudtam. Jó. Tökéletes. Pontos összéket mindenki gyűlöli rajtam kívül. Jó. Nézzük meg. És lefut el a kódom. Nodemon. Király. Jó nettünk. Tökéletes lett a gomb. Tökéletes, végtelenségig vártad, belefutott ebbe az ágba, nem hívtam next-et. Óhó, jó. Én ennyire rossz példát nem szeretnék mutatni. De hogy alapvetően nem kell nekem itt ezen a ponton jelentős mennyiségű next, a full text ugye a body parts-ból jön, minden más az itt generálódik, tehát request body mese, 5 sávon, titri-tri. Ez így elindul rögtön, amikor a hívás megtörténik, viszont nekünk reagálnunk kell a felhasználóra valamilyen szempontból, tehát mi itt már átirányítjuk. Jó, tehát azt fogom mondani, hogy response.redirect, és akkor beírom az URL-t per waiting, per, és ide rákonkatenálom a német. Na most jó esetben elkezdődik majd a varázslat a háttérben, és ezt meg is nyitom, hogyha beírok valamit, Loren Ipsum, biztos lesz. Jó, elkezdődik, mi pedig átirányítottunk ide. Ez eddig egész jó eredmény. Hello World, kösz. Itt is, meglepő módon, ezzel a nagyon popátlanul egyszerű templatinggel ki fogom írni azt, hogy waiting, és ilyet se csináljunk soha. Replace id wait id vesző, mi ez? request.params.id király. Jó, és akkor elvileg kell nekünk mondjuk egy waiting. Igen, tökéletes lesz, dolgoznak a mókusok. És akkor ide, hogyan tudom a legegyszerűbben megoldani? Tip, trip, trim, hát persze, hogy így. Script, set time out, function. Így is van, window.location. 3 másodpercenként újra fogom tölteni az oldalt. Jó, és akkor még az ID-t se kell levarázsolnom. Tehát lehet szebb ez a történet. Itt. Jó. És akkor azt mondom, hogyha meg sikerült a konvertálás, tehát fs.file, minek hívják? File exist-nek hívják? File. Ó, ez viszont nem mondjuk jó. Na. Exist. fs.existSync, tökéletes lesz nekem. Na, egy pillanat. Király. fs.existSync, cache per rec.param.. Minek hívtam? ID-nak. Mit ad ez vissza? Azt mondja, true, ha igen, false, ha nem, király. Hogyha létezik, akkor szegényt megint át fogjuk irányítani, talán így a legegyszerűbb megoldani. De ne csipok, kérlek. Annyi. Át fogom irányítani őt a play-re. Play per request param id. Ok, csak hogy gyakorlatilag nekem meg egy play endpoint kell. Gondolom ezen a ponton már kitaláltátok, hogy ez olyan fog működni. Play, ez már nem érdekel. Azt mondja, replace, video ID,
rec.params.id. Nem látok már semmit se. Videó ID. Király, és akkor már csak jó esetben nekem egy play kell. Jó, és ezen belül pedig csinálok egy videó teget. Azt mondom, hogy nem tudja majd kiszolgálni az Express-es kliensem jelenleg, úgyhogy valószínűleg kell nekem majd a static. Express static. Időben vagy állok. Király. Serving Express static files. Jó. Trim, trim, trim. Egyre jobban hasonlít egy klasszikus házi feladatra. Cache. Express.static már beégetett, úgyhogy nem kell. Jó, play, replace video ID-t. Kirendereljük. Király, play, video, src az egyenlő. Video ID.mp4. Azt mondja, auto play true. Baromi kíváncsi leszek. Jó. Hát nézzük meg, mit hackeltem itt össze. Jó, kösz. JavaScript. Dolgoznak a mókusok. Bali. Újra tölti az oldalt. Hopp, már el is készült. Vagy hát készülget. Kicsit több fájl készül, mint reméltem. Belőször valamit még elértem. Sokkal több fájl készül, mint reméltem. Lehet, hogy még mindig azt a JavaScript-es mondatot rendereli szegényem. Benne hagytam a kódba, mi? Jó. Nem. Hát akkor mi a bajod? Na nézzük. Konzologoljuk ki ezt. Konzol.log request.body.messe. Map limit. Betűnként rendereltem. Ezt a sort sikerült kiadni. Mondjuk meglepő lesz. De talán nem várom végig. Azt mondja, var full text, a mesét kell szó közönként összetörni, és ebből lesz nekünk egy listánk. Name, attól függetlenül most már kikonzolom. Most ugye újraindul az Express, jó esetben az elindított háttérfolyamatok még esetleg futnak, de térjünk vissza. Azt mondja, hogy ebből viszont be tudok nézni. No, varázslat. Na, beérkezett ide. Készülnek a fájlok. Dolgoznak a mókusok. Igen. Na, ez már lefutott, tehát nagy valószínűséggel ezt a frissíti, de kézzel is rátudok. Valószínűleg ez az egy sor nem stimmel. Ez. Cache per rec param id. Nézzük meg melyik fájlt keresik. Console.log. Ott a pont. Így már jobb lesz. Igen. Viszont akkor ezen a ponton meg már van kiterjesztés. Jó. Ráfrissítek. Továbbra sem szeret engem. Mindjárt megnézzük. Jó. Kikonzollogolom, hogy ott mit írhattam el. Azt mondja, console.log cache per param id. Trem. Undefined. Nem kedveled az id izét? Meglepődni. Param. Ez egyre rosszabb. Jó. Param a function. Params. Jó. Params. Param. Jó. Látszik, mert ezért megfáradok igénybe. Király! Valami baj van. Ja. Most indult újra. Replace is not a function. De szép. ReadFileSync-nek mondjuk átadom az UTF-8-at, és akkor reméljük, hogy már stringként fogja visszaadni, nem bufferként. Jó helyre értem szerintem. Play undefined, az zseniális.
Mond. Aha, hát megtörténhet. De az a gond, hogy ennek az átirányítása sem lett jól megírva. Jó. Waiting. Play. Kérlek. Nézzük itt, mit írtam el. Body Video SRC. Te be tudsz-e töltődni magadtól? JavaScript. Te így létezel. Akkor viszont így. Jó. Na, hogy ne csaljak, visszamegyek a folyamat elejére. Legalább három szó. Dolgoznak a mókusok. Reméljük már nem sokáig. JavaScript is great. Ennyi. Na nézzünk valami kicsit komolyabban. Egy mesét szeretnék, nem egy sorozatot. Szereplők sorozat. Hát, most keresek rá Harry Potternek a szövegére. Legyen, de angolul kérlek. Légy oly kedves. Hát, leszarozunk. Jó. Legyen mondjuk csak idáig. No, rákattintok, elkezdenek dolgozni a mókusok. Na, és akkor közben meg, itt jó esetben, hopp, iCloud, ez biztosan lesz nekünk jó. Jó esetben a cache könyvtárunk elkezd jelentősen bővülni. Mivel 5-5 renderelek párhuzamosan, ezért jó eséllyel ez nem tart a végtelenségig, mert maga a folyamat. Tehát 5 szavanként párhuzamosan fut ez a cucc. Mint látjátok, egy leeletnyit megöljük a gépemet. Ez a CPU terhelésem. A Node elvisz most magába 2 magot, de mert hogy alászámolódnak a különböző FFmpeg processzek, de legalább a Camtasia is rendesen eszi, azzal veszem fel ugye magát a videót, de reméljük, hogy összefűzi. Ja, hát, hogy a kultúrát akartam volna lenni. Ignore forever. Oh. Dolgoznak a mókusok, igen. Jó, 2.46, nem tudom hány szóval állt, de remélem, hogy lefújt, és akkor szerintem ezzel én zárom is, mert fél van. A másfél óra alatt ilyen hülyeségeket össze lehet hozni Node-ban. Ezért szeretem iszonyatosan ezt a nyelvet, mert baromi egyszerű összedrótozni vele dolgokat. Tehát most, ha belegondoltok, az az NPM package, az valami rendszer szintű dolgot használ egy WAV generáláshoz. GIF-et töltöttem le egy külső library-vel, FFmpeg-et rá tudtam hívni parancsorba. Miért fagytál ki? Must provide a text paraméter. Basszus. Valószínűleg valahol van benne egy space-szel fölbontott space. De legalább egy részét szeretném hallani, úgyhogy tökéletes. Tehát nagyon gyorsan lehet Node-ban fejleszteni, tényleg. Akinek a kezére állnak ezek a dolgok, végtelen gyorsan lehet. Végtelen gyorsan lehet rövid fejlesztéseket megoldani. Legyen ez. Jó, mindenhol csak egy space van, ugye? Különben a szély megint sírni fog. Jó, nézzük. Mivel minden egyes alkalommal egy 0-tól 10.000-ig generálok egy random számot, ugye 10.000 futás után kellemetlen problémákba tudok ütközni. Felülírok dolgokat. Reméljük, hogy nem annyira pici a névtér, hogy ütközés legyen. Na, még fut. Úgyhogy kb. Ennyi. Harry Potter is a series of fantasy novels written na? By British author J. Szerintem ennek az én gépemnek a sebessége. Jó? Tehát, hogy azért lenne rajta még mit alakítani, ez biztos, de hogy alapvetően tényleg tök gyorsan lehet nagyobb fejleszteni. Fantasy novels written by British
Arthur, J.K. Rowling. Szép. Jó, van-e kérdés a kóddal kapcsolatban? Van-e kérdés, hogy miért csináltam? De valahol szerintem elcsúszik a hangjelentés az összetűzésnél. Mert hogy jött egy Mikulás e-mailre. De hogy, ja. Jó. Akkor érthető volt. Legalább, hogy mit szerettem volna csinálni, az, hogy milyen sebességgel, meg hogyan írom, az már más. Jó. Király. Na, ennyit akartam már. Aztán remélem, hogy ez egy ilyen nézerítő, hogy mi minden meg lehet csinálni. Úgyhogy, és nem volt nehéz. Tehát láttatok, másfél óra alatt, amivel végezni lehet, ez azért annyira nem nehéz. Király. Jó. Kódot megpróbálom felrakni GitHub-ra, hogyha működik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez elég stabil ahhoz, hogy rögtön termék legyen belőle. Jó, király. Na, tényleg ennyit akartam.